Az élelmiszer kiskereskedelemben világszinten az online kereskedelem részesedése 4-5% között van. Ez országonként eltérő, csak egy példa Dél-Korea, ahol eléri már a 20%-ot, de hát inkább csak színesíti a képet, mert hogy ott már a gyerekek is mobiltelefonnal születnek. Magyarországon jelen pillanat 2016-ban 1% volt az e-commerce részesedése a teljes élelmiszer kiskereskedelmi forgalomból. Érdekes példa még Csehország, ahol 2015-ben hozzánk hasonlóan 1% körül volt, viszont ők 2016-ra meg háromszorozták ezt a forgalmat. 1-ről 3%-ra nőtt az e-commerce részesedése ott a teljes forgalomból. A forgalom összetételét tekintve azt látjuk, hogy az online forgalom, online élelmiszer forgalom struktúrája már megközelíti a teljes élelmiszer kiskereskedelem összetételét. Nő a frissáru kategóriák, tehát pékáru, zöldség, gyümölcs, friss hús és feldolgozott hús részesedése a teljes forgalomból 2013 óta 14-ről 22%-ra növekedett, ugyanígy a tejtermékek részesedése is növekedett. Ez azt bizonyítja, hogy már nem csak a tartós élelmiszereket vásároljuk meg a webshopokban, hanem most már ugyanúgy a friss árut is hajlandóak vagyunk megvásárolni. Ez valamilyen szinten a bizalom erősödését, folyamatos erősödését bizonyítja. A technológia fejlődése magával hozta az úgynevezett digitális fogyasztó szegmens megjelenését, és ők már nem időtöltésként tekintenek a vásárlásra. Számukra fontos az, hogy időt takarítsanak meg, minél gyorsabban, minél könnyebben tudjanak vásárolni. Fontos számukra a kényelem. Fontos az, hogy olyan eszközök, olyan mobiltelefonokra optimalizált felületek, felhasználóbarát applikációk álljanak rendelkezésre, amelyek számára megkönnyítik magát a vásárlást. Fontos az árazás, a transzparens árazás. A digitális fogyasztó már nem fogad el árkülönbségeket, számára akkor elfogadható egy magasabb ár, hogyha a mögött hozzáadott értéket tapasztal. Nagyon fontos a szolgáltatás színvonala, és nem csak a rendelés leadásáig, hanem a vásárlási folyamat teljes folyamatában, tehát ugyanúgy a rendelés megkönnyítése mellett az ügyfélszolgálat, az utókezelés gyorsasága, könnyűsége szintén egy fontos elvárás számára. A digitális fogyasztó már azt is tudomásul veszi, hogy ő nyomot hagy, információt, adatot ad magáról. Ami viszont változás az, hogy ezeket ő már nem bánja ezt, mert ezt természetesnek veszi, ami számára fontos az, hogy ezért kapjon is valamit. Tehát, hogy egy win-win szituáció álljon fel. Ő adja az adatait, de ezért ő elvárja azt, hogy minél személyre szabottabb szolgáltatást kapjon, minél személyre szabottabb legyen az az ajánlat, amit ő kap a kereskedőktől az online térben.